Ahogy a képeken is látszik, szinte a felismerhetetlenségig összeroncsolódott az az autó, amelyik augusztus 13-án hajtott fel Kismórágy és Palatinca között tiltójelzés alatt egy vasúti sínre. Az érkező motorvonat elsodorta a gépjárművet. A baleset helyszínére a Bátaszék önkormányzat és önkéntes tűzoltók mellett a szexuális hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járművet, továbbá feszítővágó segítségével szabadították ki annak utasát, akinek az életét már nem lehetett megmenteni. A motorvonat első tengelye le a, a vasúti forgalom az érintett szakaszon szünetelt. A nagy hőségben itt különösen a harmadfokú hőségiasztással kapcsolatban érdemes folyamatosan gondoskodni a folyadékbevitelről, koncentrációt az esetleges vízhiány is negatívan befolyásolhatja. Másnap szerdán már a szakemberek javították a vasúti síneket a baleset helyszínén. Idén eddig összesen 177 esetben vonultak Tolnavár megye tűzoltói közlekedési balesetekhez, amelyeknél 122-en sérültek meg, 7 ember életét pedig már nem lehetett megmenteni.